Köszöntöm kedves nézőinket kulturális magazinunkkal. Február 9-én este a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubban az ellátogatók egy előadáson vehettek részt, melynek címe Mozartról másképpen. Elsősorban arról a Mozartról szeretnék beszélni, meg közben zenét hallgatunk, akit úgy kevésbé ismerünk, mert meg úgy, ahogy én szoktam, szóval engem meg már ismertek, mint a rossz pénzt. Szóval úgy, ahogy Wolfgang Amadeus Mozart, és akkor így kezdjük, hogy még a neve sem igaz. Nem így hívták. Úgy született, hogy Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilius Mozart. Február 9-én, pénteken 6 órakor kezdődött egy előadás a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubban, melyet a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola oktatója tartott. Itt a részvevők egy kisebb zenetörténeti bemutatón vehettek részt. A beszélgetést Kis István nyitotta meg, köszöntötte a jelenlévőket, és ismertette az előre látható programsorozatot. 10 éves koráig bejárták az egész Európát, mert az édesapja, amikor rájött, hogy ilyen tehetséges a gyereke, mind a kettő, elkezdte őket vinni körbe-körbe Európában. 3 nagy körutat tettek, hát azt nem fogjuk végig sorolni. A nagy útjait, de most megint Mozart idézett, megmutatom a könyvet, hogy honnan tudom én ezeket. Tele ilyen humoros képekkel, festményekkel, a zöme a saját levele, az akkori patrónus rendszer, ahol mindenki szolgált valahol. És a patrónusuknak, aki támogatta az útjaikat, fizette az útjaikat, azoknak írtak beszámoló leveleket, innen tudjuk, hogy hogy írt alá, hogy érezte magát utazás közben. Például írt ilyeneket, hogy szerencsésnek mondhatom magam, ha ülepem egy darabba ideér. Az út olyan hepehupás volt, hogy a lelket is kirázta belőlünk. Utazás közben történnek vele ilyen dolgok, hogy van egy mű, a kor leghíresebb műve, Allegri írta, a címe Mizereire. Tilos volt lemásolni, különben kiátkozással sújtották, aki ezt lemásolta, erre elment meghallgatni, egy hallásra leírta az egészet. És a zenetörténetben nem ő volt az egyetlen ilyen, tudunk később Puccini is ilyen volt, meg állítólag Verdi is, meg lehet, hogy más is, csak azt én nem tudom. De az útjai során például Londonban Bach legkisebb fiával játszottak együtt, a két gyerek egymásnak adogattak témákat, és arra improvizálgattak, hát nem tudom a királynak mennyire tetszett, vagy mennyire nem. Minden esetre a királynéval, az angol királynővel duettet énekeltek, vagy a francia királlyal együtt ebédelt egy asztalnál. Úgyhogy nagyon-nagyon népszerű volt, rengeteg helyre elkerült gyerekként. Amikor felnőttként ugyanezekre a helyekre visszament, már nem volt akkora szenzáció. Úgy nézett ki gyereknek, hogy picike volt, gyönyörű ruhákban járt, mindig kapott valami nagyon szép ruhát, a legtöbbet olyat ugyan, hogy valamelyik hercegnek a gyereke kinőtte már és megkapta Mozart. Gödör parókába, ugye akkor mindenki parókát hordott. Állandóan szerelmes volt, mindig beleszeretett valakibe, például a feleségül szerette volna Marie Antoinette-et is, nem ment hozzá. De és már dirigált, 14 évesen megírta első operáját, amit ő vezényelt, és egy kis pöttönke. És mindenkinek ő dirigált, mert rengeteg, nagyon nagy tudású volt, és nem volt baj, hogy ő gyerek. Elfogadták, amit mond, mert érezték rajta, hogy ő sokkal többet tud náluk, meg rengeteg játékosság, meg nagyon nagy humor volt benne, és így lehetett ő a dirigense a felnőtteknek. Persze később a sok utazásnak meglett a következménye, az sem illetve, hogy annyira fiatalon volt meg, csak arról nem szeretnék ilyenkor forsantáján beszélni. Volt azért olyan beteg is, hogy például 9 évesen tifuszos volt, 11 évesen hímlős, ami azért érdekes, mert hiába volt egyébként szép, az arcán nyomot hagyott, úgyhogy tele volt ilyen hímlőhelyekkel, ragyákkal, gyönyörű szeme volt, mindig picike volt egyébként, nem volt sokkal magasabb, mint én, pedig férfi. És kis görbelábú, kis ragyásképű, nem volt egy szép ember, de nagyon, nagyon népszerű volt, és nagyon szerették valószínűleg a szeme miatt, meg a humora miatt. Ja. Ő 13 éves, amikor ő is beáll szolgálatba, ahhoz a patronushoz, ahol az apukája van, 150 forint fizetést kap, mint harmadik koncertmester. Aztán, amikor lejártak az utazások, akkor megunja az egészet,
vagy nem megunja, hanem elfogy a pénzem, és haza kell menni Strasbourgba, ahol született, halálra unja magát. Ő lett a semmiség szakértője, unalmában verseket ír, meg zenéket, és akkor most, ha elég bátor vagyok, akkor egy versét felolvasom. Az elejét nem merem, Tibi, mégsem, csak a második részét. Nagyon-nagyon obszén verseket is írt. Most nem tudom, hogy mennyire a fordítás is olyan, vagy tényleg olyanokat írt, de a környezetében nagyon sokszor volt téma a mindenféle szagok, a WC, meg ezzel kapcsolatos mindenféle dolog, és ezekről gyakran még verseket is írt, de aztán kiderül, hogy miért pont ezt a verset választottam. Na ez az unalmába készült vers. Ha külföldre megyek, Istenem oly kegyes, de ha hazajövök, csak morgok és nyögök. Bécsben várt a piano, s még egy kis pia, nő, de a bohóc nem kellett, káposztába hús kellett. Bécset jobban szeretem, Salzburg már büdös nekem. Szimfóniát írok még, ne lásson sírni az ég. Szívemből jön minden fény, épp úgy, mint a szellentés. Most megyek, barátom, mert zápul a tojásom, mély tisztelettel s e bibircsókos levelemmel, únom magam, mint hulla a sírt, kérek valami izgalmas hírt, trazom a Mozart visszafele. Ez az a szimfónia, amit írt, az első nagyon-nagyon híressé vált műve, az a bizonyos kis G-moll szimfónia, ekkor 18 éves. Ezt hallgatjuk meg el. G-moll szimfónia után Székely Mihály előadásában az Akasztófa ária következett. Ó, az lesz a félyes óra, majd fáradat a szóra, én a vígen megszabult, én a vígen megszabult. Jaj, de jó lesz, de jó lesz, de szép lesz az mi négi ünnepet. Ez a vége, biztos, megszabult. És a vége megszabult.
úgy kezdtük, több mint két évvel ezelőtt, hogy eleinte csak pénteken, az utolsó pénteken volt valami, és aztán addig-addig bővült, hogy már lassan nem elég a péntek. Volt már olyan, hogy héten négyszer is lejöttünk egy-egy előadásra, vagy programra, vagy csak beszélgetésre. Az elsősorban a célcsoport a művészklub tagsága, és egy-egy olyan nem gyakran lejáró, aki csak Mozart kedvéért jön. Egyébként Mozartról fogunk beszélni, zenét hallgatni tőle, és egy kicsit másképpen, mint máskor, mert hogy Farsangban. Így lesznek előadók, mondjuk a legnagyobb magyarok, mint Székely Mihály például, őtől hallgatunk részletet, vagy Lakatos Györgytől hallgatunk részletet, de csak így kivetítve. Mozart életének a vidámabb, vagy a kevésbé ismert részéről beszélek majd én, és közben zenét hallgatunk, ez körülbelül egy óra. Beszélek Mozartot, közben hallgatunk zenét, ez maga a program. Az, hogy hozta Mozart csokit, mert ugye szoktunk itt a klub olyanokat csinálni, hogy a jelenlevők bedobják a nevüket egy kis kalapba, és kihúzzák, kisorsolnak például egy festményt, vagy egy ikont, vagy egy fotót, de hát én nem vagyok se festő, se fotó, se semmi, és akkor vettem Mozart csokit, és akkor azt fogunk a végén kisorsolni, mint egy tombolaszerűen. Aki ismeri az egyéniségemet, tudja, azt tudja, hogy általában vidámabban, nyitottabban bele lehet szólni. Szóval nem olyan halálkomoly, mint egy egyetemi előadás, de azért sok információ hangzik el benne, és csak az értékre koncentrálunk, csak az értékeknek a vidámabb oldalára. Legközelebbi pénteken a Torgyik Tamás fog lejönni, aki a gimnázium tanára, és az Erotika Magyar Irodalomban címmel fog előadást tartani, mondom Farsangban. Az utolsó péntekre meg szerettek volna lejönni a nem Piros Rózsa, Mezei Virágok népdalkör, és ők is ilyen humoros, pikáns farsangi dalokkal, úgyhogy ez a februári programunk. Az előadás végén felvételről egy fagott versenyt is meghallgathattak a jelenlévők Lakatos Györgytől. Író-olvasó találkozó volt a program a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtárban február 14-én. Petrás Éva tanárnő a kezdetektől a közelmúltig történtekről beszélgetett Nyári Krisztiánnal. Néhány hónappal ezelőtt jelent meg a Fölébredett a Föld című kötete Nyári Krisztiánnak, ami az 1848-49-es forradalom és szabadságharc levelezését mutatja meg. 4000 levelet néztem át 1848-49-ben született levelek közül, és abból került be a könyvbe végén 163. Az elején még én is tudtam belőle húzni, tehát ez akkor még egyszerűbb volt, de amikor már 500 körül volt a számuk, akkor már a szerkesztőmre szorultam, mert mindegyikért vérzett a szívem, hogy mi maradjon benne. Hogyan találta meg azokat a személyeket, akikről kellett, hogy írjon, akiket nem lehetett kihagyni? Két szempont volt. Egyrészt, hogy azt szeretem mondani, hogy mindenki, aki 1848-49-ben valamiért fontos volt a tankönyvekbe szerepel, akár mint író, akár mint politikus, hadvezér, az benne legyen egy-egy levélen legalább. Illetve, hogy emellett az utcaemberének, a közembereknek a hangja is belekerüljön. Tehát ez egy kettős szempont volt, kicsit ilyen alulnézetből megmutatni ezt az időszakot. Érdekes volt azt hallgatni az egyik nyilatkozatában, hogy ez volt az a korszak, ahol legelőször a nők is szerephez jutottak. Gondolom ez akkor a levelezésben ugyanúgy kiviláglik. Igen, sok szempontból ez a modern magyar társadalom megszületésének is az időszaka, a 19. század közepe, és nagyon sok, persze nem mindegy, hogy milyen családba született, de nagyon sok nő is úgy érezte, hogy lehet neki szerepe a változásokban, és Szendrei Júliától Teleki Blankáig a legkülönbözőbb társadalmi pozíciójú nők szóltak bele az események alakulásában, nagyon helyesen. Más kérdés, hogyha kinyitunk ma egy tankönyvet, akkor azért ott a képeken elsősorban férfiakat látunk, de ez már inkább a történettudománynak, meg a hagyományozódásnak a problémája, de azért nem baj, hogyha tudjuk, hogy ott a nők is aktívan részt vettek a dolgokban. Azt lehet tudni, hogy van olyan könyve, amiből a történetből színházi előadás is született. Lehet tudni, hogy esetleg másik szegmens fele is mozdultak, hogy egy történelemkönyv mellé, egy középiskolai történelemkönyv mellé is oda kerül mindez? Nem, hiszen ezek inkább elsősorban továbbra is szórakoztató jellegű könyvek, vagy az a céljuk, hogy felhívják a figyelmet egy-egy személyre, egy-egy korszakra,
de azért úgy, hogy ezek szórakoztatóak maradjanak. Egy tankönyv az óvatatlanul nem arra koncentrál, hogy meséljen, hanem hogy fontos összefüggésekre rávilágítson. Valamiféle segédanyagként működhet, kedvcsinálóként működhet, de nem, tankönyvként azért nem. Az internetnek köszönhetően szélesebb réteghez juthatott el még annó az a Facebook bejegyzés, amiből az Így szeretek ő kötet lett, és most ez a kötet, ez nem kicsit szűkebb szegmensnek szól? De kétségtelenül, már csak azért is, mert a szerelem az több embert érdekel, mint 1848, de tudtam, tehát erre fel voltam készülve, hogy ez kevesebb embert érdekel, de azt látom, hogy nagyon sok olyan olvasót is megszólít, akik reagálnak, írnak, akik egyébként nem foglalkoznak különösebben a 19. századi magyar történelemmel, de ezek a levelek meg történtek tényleg olyan érdekesek, hogy egy kicsit akkor abban is elkalandozik, tehát nem csak egy szűk érdeklődői körnek szól, annál kicsit tágasabb, de kétségtelenül nem olyan sok ember érdekel ez, mint a szerelem, hiszen az mindenkit érdekel. Akkor nyáron, amikor kiposztolt egy képet, egy nagyon szép háttérrel, akkor az nem a nyaralás volt, hanem annak az időszaka, amikor ténylegesen összekerült ez a 160 levél? A nyár az mindig az a rész, amikor a kutatómunkával már végeztem, és akkor már csak úgymond meg kell írni a történeteket. Bizonyos értelemben az a könnyebb egyébként, és azt már lehet csinálni olyan helyen, ahol az ember nyaralna egyébként, és tulajdonképpen az is egyfajta nyaralás, ha még akkor is, hogyha a munkás nyaralás. Mi lesz a következő kötet? Van már ötlete? Már el is kezdtem. Ez is levelekről fog szólni, de nem egy korszakhoz kötődik, hanem szeretném összegyűjteni szintén elsősorban 19. és 20. századi levelek közül a szerelmes leveleket, amelyek szerintem a legérdekesebbek vagy legfontosabbak. Nem is a szószoros értelmében szerelmes levelek, hanem a szerelemmel kapcsolatos levelek. Tehát lesz ebben szakító levéltől kezdve mindenféle, amit a műfaj megkíván, és ugyanúgy szeretném a fontos ismert embereknek a leveleit bemutatni, mint a kevésbé ismertekért. Most, amikor jött ide hozzánk, egy úr szólította meg a folyosónak, egy közel 100 éves kötetet nyomott a kezébe. Olyan fajta embernek tekintik, akire érdemes ilyet bízni, hogy hát, ha valami olyan dolgot hall vagy lát benne, ami elindít egy újabb kötet felé? Gyakran előfordul, és én nagyon köszönöm, mert az ember őrizgelte, vagy egy család adott esetben akár 100 éven keresztül egy könyvet, vagy bármilyen emléket, és úgy gondolják, hogy az nálam jó helyen lehet, vagy azt a történetet én esetleg megírom, az hallatlan bizalom, meg megtiszteltetés is, és ilyenkor mindig megpróbálok azért eleget tenni a legjobb tudásom szerint ezeknek a kéréseknek. Tobzódó színek címmel nyílt egy tárlat pénteken délután a Városi Galériában, ahol Németh Miklós festményeit, grafikáit láthatja a közönség. Hatalmas méretű festmények is kerültek a galéria falaira, mellettük grafikák, vagy éppen egy kihajtogatott kartondoboz várja a látogatókat. Németh Miklós szinte minden felületre felfestette gondolatait. Originális minden tekintetben Németh Miklós festészete munkássága, talán a Tobzó színeket emelném ki, mint ami a kiállítás megnyitóba is szerepel. És hát tulajdonképpen a tömegnek a megfestése, a szerelmes pár állandó hangsúlyozása. Ő az, aki festészetbe követi Nagy Lászlónak azt a mondását, hogy vajon kiviszi át a szerelmet a túlsó partra. Ő igyekszik átvinni, látszik a festményein, hogy a szerelmes párt menekíti a kozmoszba, és ő mindenféleképpen ezt a szerelmes párt örök időkig éltetni akarja. Ez a kiállítás egy gyűjteményes válogatás most, amit itt Kalocsán lehet látni? Hát ez tulajdonképpen 2-3 műgyűjtőnek a adományából tevődik össze ez a tárlat. Nagyon szereti a közönség, míg a szakma tulajdonképpen tudomást se vesz róla. Ezt azzal támasztanám alá, hogy a Németh Miklóst sokkal jobban szeretik külföldön, és itt érvényes a mondás, hogy senki sem proféta a hazájában, így Németh Miklós sem. Nagyon-nagyon nagy viszontagságok között tudott eljutni odáig, ameddig eljutott, de külföldön például nagyon-nagyon szeretik, és hát itt az előtérben is van egy plakát, amit megnéznek, itt a nyugati műkereskedők úgy propagálják az ő művészetét, hogy
Picasso mellé rakják, egy Egon Schiele mellett szerepel, egy Van Gogh mellett szerepel. Kíváncsi vagyok, hogy a magyar festők közül kiket raknak ezen nagyságok mellé. Említette itt a megnyitóban fölmerült többször is Tóth Menyhértnek a neve. Milyen kapcsolat volt a két festő között? Tóth Menyhért nagyon szerette Németh Miklós festészetét. Erre egy nagyon kis rövid anekdótát mesélnék el. 1973-ban akkor a Németh Miklós még nem volt még alaptag se, és hát összeültek a soroksári művészek, hogy egy kis alkotócsoportot létrehoznak. És ott elkezdték tárgyalni, hogy kit vegyenek be, hogy vegyenek be, és hát elég az hozzá, hogy a Németh Miklós ott ült a terembe, és hát elkezdték ott tulajdonképpen tárgyalgatni, hogy most hát a Miklóst bevegyük-e, vagy ne vegyük-e be, mert nem végzett főiskolát, hát akkor hát illik-e ide közénk, vagy nem. És hát a Miklós felállt, és kiment a teremből. Fölpattant Tóth Menyhért, tudjuk, hogy nem egy gyorslábú ember volt, hisz sérült volt az egyik lába. Rohant utána a folyosón, és mondta, Mikloskám, Miklósnám, neked itt van a helyet közöttünk. Hát persze, senki nem ismert ellenkezni Menyus bácsival, és így lett a soroksári művész csoportosulásnak tagja. Elhangzott az is, hogy a primitív művészetekhez, illetve a gyerekrajzokhoz hasonlítják az ő festményeit. Ez tartotta fő irányvonalának? Igen, mindenáron. Ő úgy képzelte el, itt most nem igen van olyan mű, de rengeteg művén úgy fest, minthogyha egy őserdőbe volna. Ő a törzs tagjainak tekintette magát, a törzs tagjaival pedig együtt élt az oroszlán, a kecske, meg mindenféle állat, és nem egy képén önmagát odafesti, lándzsával a törzs tagjai közé. Mert említettem a megnyitomba is, hogy szerintem már csak így lehetett megidézni az igazi emberi érzéseket, mert már mindent kiszapultak, már mindent kicsavartak, kifordítottak, és ő valahol a Busmanok festészetét rettenetesen szerette, meg az óceániai törzs művészeinek munkáit, a maszkokat, mindaz tulajdonképpen, amit a expresszív nagyfestők, a német nagy expresszív festők is magukénak tudhattak, ők is nagyon szerették a törzsi művészetet, a törzsi festészetet, és hát Németh Miklósnak tulajdonképpen ez volt a kedvenc merítési forrása. Érdekes volt még azt is hallani, hogy szinte mindenre festett, ami a keze ügyébe került. Itt is vannak ilyen különleges dolgok? Hát itt is van egy-két például papírdobozra, kifeszített papírdobozra festett alkotása, de például tapasztaltam nála olyasmit, amin még most is szalad a hátamon a hideg, hogyha rágondolok. Egyszer felmentem hozzá, és hát mit láttam, hogy kókuszpálma lábtörlőre festett. Hát mondom, Mikloskám, hát ott a rengeteg papír, hát miért nem arra dolgozol? És hát ráadásul, hát ez a kókuszpálma lábtörlő, ez úgy issza a festéket, hogy ezt nem tudod teletömni festékkel. Hát festett rendőrköppeny, től kezdve szétszedett bútordarabra, fantasztikus volt. Ha adtam neki egy jó minőségű vásznat, azon rittig nem sikerült úgy az alkotása, mint mondjuk egy WC papírra. Azon egy remek, egy kis WC papírra egy remek művet hozott elém, míg annyira megijedt a jó minőségű vászontól, hogy annyira igyekezett, hogy ott az rittig nem sikerült úgy. Tehát ő egy teljesen ösztönös jellegű festő volt, és hát a kedély állapota, az érzelemvilága nagyon meghatározta az ő
sikeres vagy sikertelen munkáit. Török Krisztofer és Felnagyné Geri Emese muzsikája mellett Molnár Roland szavalata színesítette a megnyitót. A tárlatot március 17-ig lehet megnézni a Városi Galériában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal egy hét múlva újra jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!